Az Óbudai Egyetem legrangosabb tudományos elismerését idén egy, a korábban a Tudományos Akadémián is elnöklő matematikus kapta. A dr. honoris causa kitüntetést azok kaphatják, akik az Óbudai Egyetem érdekében rendkívül sokat tettek, illetve akik nemzetközileg is elismert tudományos eredményeket mondhatnak magukénak. Ez egyértelműen igaz Lovász László matematikus professzorra, aki Európa és az Egyesült Államok több egyetemén is oktatott, és 2020-ig a Magyar Tudományos Akadémia elnöki posztját töltötte be. A professzor szakterületei a matematikán belül a számítógéptudomány, a kombinatorika és azon belül is a gráfelmélet, amelynek megalkotásához ő maga is hozzájárult. A kitüntetett tudós szerint a matematika általa is kutatott valamely ága a mindennapi életünkben, például a használati tárgyaink működésében is kulcsfontosságúak. Komoly matematikai módszerek nélkül ezek nem tudnának működni. Hát ez a mobiltelefontól kezdve, persze az, hogy egy híd nem dől össze, az a mögött is matematika van, a városi közlekedés szervezése mögött is matematika van. Most ez a hivatásos fele a dolognak. A másik az, hogy a matematikai gondolkodásmód az azt hiszem, hogy nagyon fontos volna minél szélesebb körben megtanítani. Lovász László arról is beszélt, hogy mi volt az a fiatalkori inspiráció, ami elindította a matematikai kutatásait, hogy jutott el a gráfelmélethez, és az ott kidolgozott ismereteket hogyan tudta hasznosítani a való életben. Az elismerés átvételét követő előadásában a gráfelmélet legújabb eredményeiről is beszélt. A tiszteletbeli doktor kitüntetést az Óbudai Egyetem rektora dr. Kovács Levente adta át, aki beszédében kiemelte, hogy a matematika Nobel-díjának számító Abel-díjas professzor eredményeit az egyetem is felhasználja kutatásaiban és az oktatásban is. Nagy megtiszteltetés az egyetem számára, mindig is a dr. honoris causa kitüntető címnek az adományozása. Nem csak azért, mert a legmagasabb kitüntető címről beszélünk tudományos szempontból, hanem azért is, mert ilyenkor valahol azt is bizonyíthatjuk, és megköszönhetjük annak a jeles személyiségnek, aki egyébként ezt elfogadja, hogy az Óbudai Egyetem valóban egy olyan egyetem, ami ér valamit a palettán, a nemzetközi és a hazai palettán egyaránt. A díjátadásán megtudtuk, hogy az Óbudai Egyetemen 2010-ben alapított dr. honoris causa kitüntetést először Rudolf Kálmán kapta, aki a digitalizálódás atya volt, és az általa fejlesztett Kálmán szűrő a mai napig szolgálja minden számítógép és okostelefon működését.